Nézzük meg, hogy hol tart 2018. március 9-én a Bábszínház. És ez a 24.hu, ahol arról beszélnek, hogy kisorsolták a párt lista sorrendjét, ez ugye azt gondolom én, hogy a szavazó lapokon a csoportok milyen sorrendben fognak megjelenni ezt a Nemzeti Választási Bizottság jelentette be KED este. A megdöbbentő az, hogy 40 párt vagy párt szövetség fog szerepelni ezen a listán, ami elképesztő, hiszen meg fog, nézzük meg, hogy mennyi szavazó van egyáltalán ebben az országban. A választás.hu arról számol be, hogy mintegy 8 millió 300 ezer résztvevője lehetne az országgyűlési választásoknak. Szerintem egyébként már ezt korábban is mondtam, egy-egy ilyen választás, szavazás, petíció, aláírásgyűjtés, tüntetés, stb. online felhívás arról szól, hogy megnézzék, hogy a nyáj milyen szinten van, hogy ki az, aki még beveszi ezt az egészet, ki az, aki részt vesz, aki, aki ugyanis részt vesz ebben, az demonstrál egy olyan fajta tudatlanságot, ami, ami egy komoly szint. Szóval ez az, amit ők le akarnak tesztelni inkább. Ugye a választás kimenetele az már régen el van döntve, meg igazából nem is számít. Ami számít, az az, hogy megnézzék, hogy ki az, aki még beveszi, hogy ez, ennek van jelentősége. Ki az, aki még 2018-ban is hajlandó a részvételével demonstrálni azt a fajta elkötelezettséget és tudatlanságot, hogy elhiszi azt, hogy ez egy valós dolog, amit demokráciának hívunk, vagy választásoknak hívunk, hogy ennek van valamiféle jelentősége. Úgyhogy ez egy teszt, semmi más. A végkimenetelben senkinek soha nem volt semmilyen jellegű beleszólása, és nem is lesz soha. Az önkormányzati választásokon valamennyivel kevesebb, vagy 8 millió 70 ezer ember szavazhat egyébként. Ez a blik, de mindenképpen meg szerettem volna mutatni, ugyanis újra bevezetnék a 13. havi nyugdíjat. Ugye, mint mindig, az embereknek a kezdetektől fogva nem kell más, mint kenyér és cirkusz. Ezt kitalálták már Babilon idején, és azóta folyamatosan ugyanaz a taktika. Az, hogy az emberiség erre nem döbben rá, sőt úgy tűnik, hogy egyre kevésbé döbben rá, mert persze ugye nem is érdekli, meg fel se tudná fogni szerintem, hogy mi az, ami zajlik körülötte. El is mondják egyébként, hogy ez egy ilyen ígéret kampány, és az emberek nem fogják fel, egyszerűen évtizedek óta nem fogják fel, hogy az ígéret, a hazugság mindig ugyanaz, jobb, több munkahely, több munkalehetőség, fejlődő gazdaság, nagyobb, magasabb bérek, magasabb életszínvonal, kevesebb hazugság, tiszta, átlátható politika, stb. stb. Nem is foglalkozok vele, és mégis tudom, mert mindig ugyanaz. Csak az emberek nem fogják ezt fel, valahogy nem regisztrál az emberek agyában. Ennek egy ékes bizonyítéka ez az újságcikk. Az ellenzék is beszáll a pénzes ígéretek kampányába. Ebben az egy bekezdésben annyi hazugság hangzik el, annyi propaganda, hogy az embernek csak úgy uh, forog a feje. Mint tegnap megírtuk, a kormány gáz és távfűzés számlákba ígért 12 ezer forintos jóváírást. A semmiből, a nullából, ugye a gazdaság a padlón van mindenhol a világon, és mi ígérgetünk még pénzeket az emberek. Illetve a nyugdíjasok jó gazdasági helyzet miatt kapnak Erzsébet utalványt akinek nem esett le eddig a világgazdaság a romokban hever, és ebből soha nem is fog felállni. Nincsen termelés, így nincsen gazdaság. Nem lehet előállítani gazdagságot, pénzt, jövedelmet, szolgáltatásokkal és banki manőverekkel. Nem vagyok gazdasági szakember, de nem is kell, hogy az legyek. Ez egyszerűen csak egyértelmű. Ahol nincs előállítás a nulláról, ott nincsen, nincsen termelés, ott, ott nincsen a javaknak az előállítása, ahol nincs mezőgazdaság, ahol nincs ipar, már pedig sehol a világon nincs. Ezért készül minden cipő Taiwanba, meg Kínában, Ázsiában, ott van termelés még, a világ összes országa onnan vásárolja fel hitelekből a különböző termékeket. Ezért dübörög az a gazdaság ott. A miénk ugyanakkor hanyatlóban van, és nem is fog felállni soha nem fog visszaköltözni ide a termelés, hiszen minek költözne vissza, mikor ott töredéke a társadalombiztosítás, töredéke a nyugdíjjárulék, töredéke a bér, tönkretették a világgazdaságot, mert azt akarták, hogy az legyen, ami most van. A nyugati világ kölcsönből tartja fenn magát, és ez így is lesz mindaddig, amíg hamarosan ez a rendszer össze nem omlik. Ugyanúgy, ahogy összeomlott 2008-ban, 90-ben, 39-ben, 13-ban, teljesen mindegy. Erről szól az egész rendszer. Ezúttal azonban nem lesz visszaút. Ígérgethetünk mi, ígérgethetünk mi, amit akarunk. A 12 ezer a tápvítés számlába, a nyugdíjasok Erzsébet utalványa, az összes többi alamizsna ugyanonnan érkezik. Az Európai Unió üti be a nullákat a gépbe, mi pedig majd fizetjük vissza, meg a gyerekeink, meg az ő gyerekeik, ha egyáltalán eljutnánk odáig. Egyre kevesebb munkahely lesz, az automatizáció miatt, a mesterséges intelligencia és a technológia fejlődése miatt ugyanakkor egyre több ember lesz, aki majd nyújtja a kezét az Erzsébet utalványok miatt, meg ezek miatt. És elhiszi azt, hogy javult a gazdasági helyzet. Hogy Mitől javult volna, amikor semmi nem változott? Mi, mi az, amitől javult a gazdasági helyzet, mikor semmi nem változott? Még mindig. Ugyanaz megy tovább, ami eddig is volt. Mitől lenne 350 ezer forint négyzetmétere egy lakásnak a világ végén? Kukutyimba mitől érne egy kertesház 10 millió forintot? Csak azért, mert most újra lehet banki hitel kapni mindenre pénzügyi manőverekkel nem lehet fenntartani egy gazdaságot a végtelenség. Úgy, mint ahogy én sem tudok oda menni a szomszédhoz, meg annak a szomszédjához, meg a haveromhoz, meg a rokonaimhoz kölcsönkéni csak bizonyos ideig, mielőtt azt mondják, hogy figyelj csak, majd ha visszaadod, vagy ha egyáltalán lesz reális esély arra, hogy visszaad, majd akkor adunk kölcsön. Miből fizeti vissza majd ez az ország, ahol semmi nincs? Összeszerelnek néhány autót itt-ott, azon kívül semmi. Mindenki a Tesco-ba, Penny-be, meg az Aldi-ba vásárol, mivel a kóp drágább, mint ezek. Azon kívül, hogy van egy-két fürdő itt-ott, ahova eljönnek a melegek, azon kívül semmi nincs az egész országban. Ennek ellenére mi ígérgetünk ilyen-olyan összegeket ezeknek azoknak, majd azoknak a pénzéből, akik utánunk következnek generációk, mert ők fogják ezt visszafizetni. Az hiszi valaki, hogy van ingyen pénz, hogy valaki ad nekünk ingyen, valaki, bárki is kapott már ingyen pénzt valahonnan? ingyen nincsen semmi. És azért mutattam meg ezt a képet, mert ez jut eszembe erről a helyzetről. Ez ugye a Jákob Rabbi kalandja, aki nem, nem látta még mindenképpen nézze meg, egy szenzációs film. És mint minden film valahogy a társadalomnak üzen, ez ugye annak a karikatúrája. De igazából mindegy is ez a része. A lényeg az, hogy ugye Louis de aki a jobb oldalon van, ő egy gyár tulajdonos, és Salamon pedig ugye ez a karakter, aki neki dolgozik, Salamon egyébként zsidó, vallású, és ő az alkalmazottja egy gyárban. Igazából nem még be a történetbe, csak egy mondat megmaradt a fejemben, pedig ez kb. 20 éve láthattam utoljára, de lehet, hogy régebben. És még olyan fiatalon is, relatíve, ez valahogy megmaradt a fejemben ez a mondat. Hőzünk ennek ugye a gyárban a dolgozók több pénzt akarnak kevesebbet dolgozni, ugyanaz, mint ami ma történik. És valakit megbíz, hogy kezelje ezt a helyzetet, mert neki házasodik a lánya, és ugye Salamonhoz menne hozzá, és ő ott akar lenni az esküvőn. És azt mondja ennek a karakternek, hogy maga csak ígérjen meg nekik mindent, én meg majd nem tartok be semmit. Ugyanez a helyzet itt is. Nincsen ingyen semmi. És amit az egyik kezükkel adnak, a másikkal elveszik. Hogy nem lehet ezt felfogni? Hogy, hogy nem értheti meg egy felnőtt ember, mikor 18 évesen megértettem, hogy, hogy ez az egész egy hazugság? Hogy, hogy lehet az, hogy valaki részt vesz ebben évtizedekig, és hogy mindig nem érti meg, sőt, hajlandó az utcára menni, kopogtatni az ajtó, részt venni ebbe az egész idióta játékban? Mikor ráadásul ide le van írva, a szocialista kormány idején szüntetik meg a 13. havi nyugdíjat 2009-ben? Addig ugyanis volt. Ekkor azonban bevezették a nyugdíjprémiumot, egyik kézzel ad, másikkal elvesz. 120 ezer forint 13. havi nyugdíjról beszélnek. Honnan, honnan van 120 ezer forint most csak úgy extrába? Mikor semmi se változik. Ugyanaz van, semmi. Évtizedek óta semmi, sőt leépülés van, a külföldi cégek bejönnek, lerombolják az egész gazdaságot, aztán tovább állnak, mikor már nincs adókedvezmény. Ennek ellenére mi 120 ezer forintokat adunk majd embereknek csak úgy. Ezután Általános rezsicsökkentésről van szó. Ugyanakkor arról beszél az ellenzéki politikus, nem tudom, hogy melyik filmet nézte eddig, de ő, ő abban van, hogy a nyugdíjak növekedése messze elmarad attól, amit a gazdaság teljesítménye lehetővé tett volna. Miféle teljesítménye van a gazdaságnak? Mondja valaki egy dolgod, ami, ami ebben az országban fejlődött gazdaságilag. Semmi, nulla ekkor az egyik bohóc felszólítja korán, hogy ne 12 ezer forintot adjon, hanem 70 ezer forintot adjon. bár bármennyit, majd kifizeti az ő unokája, tök mindegy. Akármennyit mondhatok. Pontosan úgy, mint amikor online pókeresztem régen zsetonra. Mit érdekelt engem? Minden második körbe ólit mondok. <laughs> úgy, 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 az én pénzem. De egyébként itt van egy génius, ő is felszólal, ő valami miniszterelnöki előtt, nem tudom, hogy melyik ez. Karácsony Gergely valamelyik Boltz társulatnak ő a vezetője, sőt ő egy miniszterelnök jelölt, ő egy géniusz lehet, mert ő ezt mondja. A kormányfő bejelentése azt feltételezi, hogy a választókat félre lehet vezetni a kampány finisében adott alamizsnákkal. <laughs> Végre valaki, aki gondolkodik. Az embereket nemcsak, hogy nem érdekli, meg nem tudják megérteni, de nem is fognak emlékezni az egészre. <laughs> Kiítják később, hogy mit történt életük során eddig, hanem elmennek szavazni, hogy majd most megváltoztatják a világot. <laughs> Elfelejtette az elmúlt 20 év hazugságait, az összes rablást, az összes korrupciót, hazudozást, mindent, majd most megváltozik az egész. Most majd adnak pénzt, ingyen, meg csirkacomba fognak hullani a fákról. Dübörög a gazdaság. 60 éve is ezt mondták mindig. Gondolom az 5 éves tervnél is ez volt. Dübörög a gazdaság! Meg kell nyomni a végét. Mondom, ez mindig is így volt. Már 2006-ban ugyanez volt a hazugság, dübörög a gazdaság, mindenki ezen röhögött. Azóta ez magyarázza mindenki. Az, hogy fejlődik a gazdaság, az ugyanazt jelenti. Ez ugye kóka hazudozott éppen, de teljesen mindegy, hogy ki van ott. A hazugság nem változik, mindig ugyanaz. Kóka akkor az hazudta, ugye, hogy Magyarországon dübörög a gazdaság. Most egy másik csapat bohóc hazudja, ugyanezt csak más szavakkal fogalmazza azt meg. Ez a nagyszerű index, ahol az egyik nagyszerű hír a másikat váltja, ahol az igazságot elmondják az embernek. Kövér László, ugyan ezek az emberek hazudják végig az évtizedeket, ameddig mozogni bírnak. Most az a helyzet, hogy Magyarország magyar ország maradjon-e. április 8-ai választást tétje az, hogy az ország tovább megy a kormány által megkezdett nagyszerű úton, vagy pedig ugye megváltozik. Arról beszél, hogy semmibe dobjuk-e 500 év önazonosságáért, függetlenségünkért, kultúránként, hitünkért való vér áldozatait, küzdelmeit. Én elhiszem, hogy van egy réteg, akinek ezek a szavak jelentenek valamit a fejében, olyan értelemben, hogy azt hiszi, hogy ez a valóság. De nagyon remélem, hogy növekszik az a réteg ugyanakkor, aki látja azt, ami a valóságban ez egy hatalmas színjáték. Aki azt gondolja, hogy bármikor is volt beleszólása abba, hogy mi történik, beleértve az egész történelmünket, akkor az nem érti, hogy hogy működik a világ. A világot olyan erők irányítják, amik intelligensebbek, és minden tekintetben felsőbbrendűek az átlag emberhez képest. Ha ennek csak az emberi része érdekel valakit, akkor nem kell messzire menni. Itt van egy könyv, amiről már nagyon régen szó volt, ez Big New Brzezinski könyve, a Nagy Saktábla, ami felvázolja azokat a geopolitikai és geostratégiai lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a világot uralni lehessen természetesen nem ő az egyetlen, aki ezzel foglalkozik. Az egész brit gyarmatbirodalom egy céllal jött létre, az a cél pedig az volt, hogy az legyen, ami most van. Az egész világon elterjeszteni ezt a fajta demokráciát, megfertőzni az egész világot, és aztán lebomlasztani a rendszer, és egy újat építeni a rendszer helyett, ami most fennáll. A másik hasonló író illetve hát geostratéga az Harry Kissinger, ez pedig a Világrend című könyve. Mikor itt ezek a féleszűek erről beszélnek az önazonosságról, függetlenségről, meg erről, akkor nem értik meg azt, hogy ez az egész soha, de soha nem létezett. Az egész világ folyamatosan együtt haladt felé, ahol most tartunk. Egy rendszer legyen az emberek, egy felé gondolkozzanak, és ugyanazt érezzék, és ugyanazt akarják. És mindazok a körülmények, amik kibontakoznak ma a világon, elősegítik ennek az új világrendnek a kialakulását. Az, hogy ezek a karakterek, akiket mi itt Magyarországon ismerünk, mit mondanak, az nem különbözik attól, ami az összes többi mond a többi országban, csak az emberek nem tudják, hogy mindenhol ugyanez megy. Megvan minden országnak a szerepe ebben a sakjátcában. Az, amikor ő azt mondja, hogy dicséri a fidesz kdnp kormányok által elért eredményeket, hogy mik azok az rejtély, amik szerint helyreállították a közbiztonságot, gyakorlatilag megszüntették a gyermekéhezést, és 4% alá csökkentették a munkanélküliséget. Ezek mind számok. Ha akarom így számolom, ha akarom úgy számolom, minden ország ezt csinálja. Kiszámít munkanélkülnek? Mennyi ide után? Mennyi. A rendszerben eltöltött ide után. Mi, mi a munka? Hány órát kell dolgoznia valakinek? Ezeket mindet lehet így, úgy, amúgy alakítani, mint ahogy azt csinálják is. Az országgyűlés elnöke szerint az elmúlt négy év volt a legsikeresebb az ország életében a rendszerváltás óta. Melyik kormány nem mondta még ezt? Mi, mi az, hogy sikeres? Én is mondhatok bármit, amit akarok. Ennek nincs jelentése, hogy sikeres. Mi, mihez képes sikeres? Hogyan mérjük le azt, hogy sikeres? Befejezésül még annyit hozzátennék, hogy az a rendszer, amiben a legtöbben élnek, a demokrácia, ahol nekik van beleszólásuk a dolgok alakulásába, ahol ők döntik el, hogy mi lesz az ő jövőjük, az nem létezik. És hogy mennyi év, vagy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy ezt felfogja az ember, az egy rejtély, de úgy tűnik, hogy a legtöbb embernek ez az idő, ez végtelen. Eért mindenkinek arra kellene koncentrálnia, hogy megérts, hogy hogy működik a világ. Az, hogy mi történik a színpadon, annak nincsen jelentősége a valóság, ugyanis nem a színpadon játszódik, hanem a színpad mögött. Mindenképpen kövessétek az infóbából kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és shalom!